Azon se lepődnék meg, ha táncolójok volt. Ez nagyon hülye. Ez kurva jó, várja. Azt mondja, hogy azon se lepődnék meg, ha táncoló joghurtok lennének. Csak nagyon abszurd. Jaj, Istenem. Ó, várjál, erre. Oh. Bírom most. Majd a jelentéseteket csatoljam az... És kérlek, tegeződjünk, Milo, ez a maga meg ön, ez nagyon nem én vagyok. Mert egy szaros puli vagyok. Tulajdonképpen tegeződni sem szoktam. Hallottál már a multiverzum elméletről? Az a remek sorozat a hülye gyerekek foglalkozott vele. Ez a felad az egyik fele. Megepetés? Sziasztok, ügynökök! Na. Jó. Mikor elvégeztem a kiképző milyen kiképző, hülye fasz? Feltétel, egy feltétel elvégzek ki, a császár személyesen kívül. Mi? Meg ne próbáld. Megöllek. Ha nem hagyod abba a kalapálást, felmegyek. Kitépem a beleidet, és ugráló kötelezni fogok vele. De hogy hallom, ezt szeretnéd, te piszok. Beteg egy álmét van, ugye tudsz róla? Na, végre csend. Szagol, úgyhogy hiába szagol, nem, mert ezt igazából azért mondta, hogy ne szagolgassa az alsó gatyáját másnak. E kibaszott undorító! Én szagolgattam? Nem. Pamacs! Ja. Pamacs azért mondta, hogy nincs szaga a kiborgoknak, hogy ne kelljen másnak az alsó gatyáját. Dorinának finger sincs, hogy mit csinál, hogy a közelébe sincs. Ő csak így felolvasja. Szagolgatnál, te gatyát! Abból rájöttem, hogy nem te vagy, hogy én is, nekem is fingom sincs erre a tetejéről. Csak egy picit figyeltem arra, amit mondasz, bazzuk. Ez az ilyen... Amikor a kurva egy művésznő meg... Hát én nem olvasom a szöveget, a szöveg olvas engem. Na, hajrá! Köszönöm, ez a tenkenyérszöm! Ez a bűntudatkeltés, ez nagyon jól esett! Sziasztok, Tony vagyok, remélem tetszett ez a kis szösszenet nektek. Mielőtt még búcsúznánk, szeretnélek emlékeztetni titeket, hogy van egy Facebook oldalunk, amit érdemes bekövetni, mert ide kerülnek fel hírek a legújabb epizóddal kapcsolatban, hogyha jön esetleg egy sztár vendég, akkor itt rejtünk el nyomokat, amikből kitalálhatjátok, hogy ki az, aki jönni fog, illetve ha küldtök nekünk fanartot, akkor azt is a Facebook oldalra fogjuk kitenni. Amúgy már meg is kaptuk az első fanartunkat, ami Vitót ábrázolja, és egyszerűen zseniális. Valamint lett egy e-mail címünk, amire tudtok küldeni nekünk leveleket, kérdéseket, fanartokat, bármit. korcsvilagkukac@gmail.com. Az 5. és 6. epizóddal még rengeteg munkánk van, addig is várjatok türelemmel, amint kész van, jelentkezünk vele. Köszönöm szépen, Tony voltam, további szép nyarat nektek. Sziasztok!